előadások látogatták meg a Bátaszéki Díszgalamb Egyesület által szervezett kiállítást. A bemutatón közel 350 szárnyas várta, hogy az öttagú zsűri szemügyre vegye őket. A kiállítás már több mint 50 éves múltra tekint vissza. Különböző díszgalambok vannak, és díszbaromfik is vannak. Sajnos a tavalyi évben elmaradt a koronavírus véget, és hát most meg tudtuk rendezni. 331 galamb van jelen pillanatban itt, és 9 aztán megy a kacsa, és baromfiból, hát és úgy 9-10 darab van össze pontosan. Nem számoltam meg mindent össze, ezt mai nap ezt meg fogom ezt is csinálni. Tehát jelen pillanatban itt van a 5 tagú bizottság, amik végzik itt a bírálást. Ezek úgy vannak, hogy jó, kiváló, megfelel. És olyan van, hogy fajta győztes, kiállítás győztes. Az ország több területéről érkeztek nevezések. Kricskovics Ferenc galambbíráló szerint vegyes az állomány. Nyilván a kis egyesületi kiállításokon a tenyésztők azok akár helyből, vagy inkább nagyobb távolságú is jönnek. Nem mindenki képes megfelelő anyagi körülményekkel támogatni a tenyészetét. Ez nyilván kihatással van akkor, amikor az állatok bemutatásra kerülnek egy kiállításon belül. Nyilván, hiszen az a galamb kiállítás gyakorlatilag egy szépségverseny. Minden fajtának van egy fajta standardja, ebben szereplő főbb dolgok vannak kiemelve, amelyek szempontként mutatkoznak meg a bírálat szempontjából. Nyilván a galambfajták azok igen sokrétűek, közel 400 galambfajtát tenyésztenek a világon. Ebben vannak nagytestű alaggalambok, rajzolos madarak, tyúk alakzatú galambok, mint a magyar tyúktarka vagy a kinggalamb, vagy mint például a texán, az egy haszongalambfajta volt valamikor, ma már ez a része kevésbé van kiemelve, inkább a szépségre van tenyésztve, és megvannak az első rangú bírálati szempontok, amikor ezeket nyilván, amelyek ilyen túl alakzatos madarak, mint a pávagalamb, vagy a szibériai rezgőnyakú madár, akkor nyilván megvannak ott is, tehát mindig más és más szempontok alapján bírálunk. Én most éppen texánokat bírálok, tehát először végigmegyek a ketrec soron, ahol ki vannak állítva az egyedek ezen a kiállításon, közel 40 darab van, ebben vegyes ivararány van, vannak hímek és tojómadarak. Én most a bírálatot a tojóknál kezdtem, végigmegyek a ketrecek közt, és megnézem így nyugalmi állapotban a madarakat, amelyik tehát látszólag úgy tetszik, megmozgatom, stb. És azoknak, amiket úgy vélek, hogy az kiváló minősítésre alkalmasak, azoknak a ketrec függvényét befordítom, nyilván az lesz az etalon, tehát az a kiváló, a 96 pontos madár, és a többi madarat ehhez viszonyítva pontozom. És akkor ugyanezt megteszem a hímekre is. Először is leveszük az adott ketrec függvényt, vagy bírálóinknak is nevezhetjük. Megtekintjük a vizsgálandó állatot, megnézzük, hogy összbenyomásra mennyire hasonlít a minden bíráló fejében bent levő adott fajtának a standardja, és ahhoz viszonyítjuk, hogy milyen esetleg vannak-e kívánalmai vagy előnyei, és nyilván a bírálói rendszer alapján beírva tudjuk megállapítani a pontarányt, hogy milyen értékű pontra van értékelve az adott madár. Minden esetben a bírálónak kötelessége meg kézben tartani a madarat.
által megvizsgálja, hogy mind csontozatilag, tehát hogy a mellcsontja az egyenes, nem egy görbe. Ezután az evező tollak számát és a farok tollakat is ellenőrzik. Ha ennek a madárnak ott lehetne zártabb háta, más egyéb nincsen, tehát hogy mivel hogy egy kívánom van, ez egy 96, tehát kiváló minősítést elért madár. Gyakorlatilag a bírálói lapon szereplő akár előnyök, kívánalmak, ne adj Isten hibák, ezek egy útmutatók a tenyésztőknek, hogy a jövőben mi azok a lényeges dolgok, amikre figyelni kell a következő évi párosításnál, hogy ezeket a hibákat ki tudja küszöbölni, és mert kiváló minőségű madarat tudjon tenyészteni. Krícskovics Ferenc azonban nem csak bírálja, tenyészti is a madarakat. Hát ez benne van a véremben, mert édesapám is, meg az ő édesapja is tartott galambokat, és ez úgy látom, hogy ez fiúról fiúra száll. Aki a galamb szeretetét magában hordoz, az nem tudja abbahagyni. A Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének bírái több kiváló minősítést is kiosztottak a nap során.